A KSH friss adatai szerint jelentősen csökkent a munkanélküliség és nőtt a foglalkoztatás. A kormány természetesen büszke, az LMP szerint azonban botrányosan manipulálnak a számokkal, és amit művelnek, az csak politikai önfényezés, miközben a valódi adatok nem javulnak. Szél Bernadett, a pártársának a vendégünk, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Szóval hogy lehet ez, hogy KSH adatokra hivatkozik a kormány, amelyek szerint tényleg javulnak az adatok, és önök szerint ez az egész szemfényvesztés? Pont az a probléma ezzel, hogy ugyanazokat a köröket futjuk a kormánnyal. Gyakorlatilag számomra a kommunikációjuk egyik legvisszataszító példája az, ahogyan ők a statisztikákkal bánnak. Tehát a legelemibb statisztika kurzuson tanítják azt, hogy ilyen hibákat nem szabad elkövetni. Hát nyilván a KSH követi el a hibákat? Nem, a politikusok követik el a hibákat. Konkrétan itt arról van szó, hogy van egy tényszerű tévedés egyébként Selmeci Gabriának a nyilatkozatában. Konkrétan ő azt mondta, hogy a munkanélküliség az csökkent. Holott ez tényszerűen nem igaz. Ugye arról van szó, hogy 2008-ban a gazdasági válság hatására jelentősen megemelkedett a munkanélküliség, majdnem ilyen 500 ezer fő Magyarországon nincs, tehát munkanélkül van, és ezt a számot gyakorlatilag a kormányváltás óta nem sikerült csökkenteni. Tehát az, hogy a munkanélküliség csökkent volna, ez egy tévedés, és ehhez még hozzá kell venni azt, hogy csak nem újra 500 ezer embert, aki effektíve az elmúlt 3 évben elhagyta ezt az országot, pontosan azért, mert itthon nincsen megélhetése, nem tudná önmagát és a családját eltölteni. Nem csak a kormány diadal jelentései, hanem a gazdasági sajtó száraz híradásaiban is arról olvashatunk, hogy nőtt a foglalkoztatottak száma, 62 ezer fővel haladta meg az egy évvel korábbit, párhuzamosan csökkent a munkanélküliség, a munkanélküliek száma 25 ezer fővel, a munkanélküliségi ráta 0,7%-ponttal csökkent, és még a gazdasági sajtó elemzései is azt mondják, hogy bár abban van közmunka és vannak szezonális hatások, ha ettől megtisztítjuk, akkor valami enyhe javulás akkor is látható. Az is világos, hogy amit már itt többször elmondtam, hogy van a munkaerő felmérés, ami kifejezetten azt méri, hogy az elmúlt héten végzette valaki legalább 1 óra jövedelemszerző tevékenységet, de ez nem jelenti azt, hogy a gazdaság stabilabb szegmenseiben, tehát a bejelentett állásokban, teljes munkaidős foglalkoztatásban nőtt volna Magyarországnak az eredményessége. Sőt, itt van a probléma, tehát ugye én azt néztem, hogy májusban a közfoglalkoztatás az jelentősen javult, ugye abban az értelemben, hogy több közmunkás dolgozik az országban, ez nyilván egy szezonális hatás, hiszen tavasszal mindig több a munka, ugye télen egy csomó közmunkaprogram áll, és akkor tavasszal újraindul, nyáron jönnek a különböző nyári munkák, és az látszik, hogy ha a munkaerő felmérés adatait nézzük, ami benne van mondjuk a szürke gazdaság, benne vannak a közmunkások, ott valóban van egy számbeli növekedés, de ebből nem lehet arra következtetni, hogy a kormány jól végezni a munkáját, hiszen ez nem azt jelenti, hogy a kiszolgáltatottság csökkent volna, hanem az, hogy van a munkaerőpiacon egy embertömeg, aki ilyenkor valamilyen módon, valamilyen jövedelemhez tud jutni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy maga a munkaerőpiacnak az állapota javult volna. És ez egy nagyon komoly probléma, ha valaki ezeket a háttér információkat nem veszi figyelembe, és úgy ad ki politikai nyilatkozatokat, hogy kvázi ezeket elhallgatja, és a kormány részéről rendszeresen ez a helyzet. Vannak más háttér információk, amelyeket viszont a kormány is szeret kidomborítani, ettől még igaz, hogy egész Európában nagyon rossz a munkaerőpiaci helyzet. Ugye ezt Selmeci Gabriella úgy fogalmazza meg, hogy Magyarország Európánál is jobban teljesít, mert bezzeg ott mekkora gond van a munkaerőpiacon, de mondjuk, ha levesszük ebből a politikai felhangokat, az akkor is igaz, hogy ez nem egy magyar probléma egyedül. Ha nem tud a kormány érdemben javítani, akkor nem csak Magyarország küzd ezzel, hanem más európai országok is. Itt ezzel a legnagyobb probléma számomra az, hogy a kormány nagyon rossz eszközökhöz nyúlt akkor azzal kapcsolatban, amikor mondjuk a munkaerőpiacon bármifajta érdemi javulásról beszél. Tehát ugye szokta emlegetni a közfoglalkoztatást, mint olyan, mint csodafegyver. Sehol a világon nem működik egy ilyen rendszer, mint amit Magyarországon a Fidesznek sikerült bevezetnie. Gyakorlatilag ez egy olyan rendszer, a közfoglalkoztatás, amely folyamatosan egy segély közmunka spirálban tartja az embereket, azokat, akik leszorultak a nyílt munkaerőpiacról, és Európában például ilyet nem vezettek be, és ezzel nem kozmetikázzák az ő adataikat. Tehát sokkal inkább az látható, hogy Magyarország megpróbál olyan statisztikákat létrehozni, amellyel bizonyíthatja a kormánya a saját jó bizonyítványát, de számunkra ez egyre visszataszítóbb, annál is inkább, mert az embereknek ugye közvetlen tapasztalata van a munkaerőpiaccal, és mindenki érzi Magyarországon, hogy nincsenek rendben a dolgok. Ezért is különösen furcsa számomra az, hogy
a kormány mégis rendre veszi a bátorságot, és ezeket a statisztikákat nagyon egy szemszögből tálalva megpróbálja eladni a közvéleménynek, mint egy a saját alkalmasságát bizonyítva. Na de ha elmenne egy olyan településre, ahol tényleg nincsenek munkahelyek, ahol nincsenek beruházások a környéken, ahol lehet, hogy éppen megszűntek a környékbeli üzemek és munkanélküliség van, és megkérdezni az embereket, hogy legalább az a közmunka legyen-e vagy ne legyen, akkor ott azt mondanák, hogy örülnek neki, hogy ennyivel is többet kereshetnek, még hogyha ez még mindig kevés is. Az alternatíva azt gondolom nem az kellene, hogy legyen, hogy nincs munka, vagy közfoglalkoztatás, vagy közmunka van, hanem itt Magyarországon több kézenfekvő lehetőség lenne arra, hogy elkezdjünk végre munkahelyeket teremteni. Ugye többször elmondta a pártom is, hogy például az energetikai javításokkal, a beruházásokkal nagyon sok munkahelyet lehetne teremteni. És ez egy olyan terület, amely kifejezetten az alacsonyan foglalkoztatott régiókban tudna egy mentővet biztosítani emberek tömegének. Ugye mi azt számoltuk ki, hogy évente 100 000 munkahelyet lehetne teremteni azzal, hogy elkezdenénk végre ezt az országot leszigetelni, és számos olyan más módszer is létezik, amelyel gyorsan, hatékonyan lehetne javítani a munkaerőpiacnak az állapotán. Hozzáteszem azt is, hogy amikor a Lehet más a politika először beszélt a kormánynak a közfoglalkoztatási programjáról, amikor még nem tudtuk, hogy milyen tömeges, hosszú távra alkalmazott, az embereket egy csapdahelyzetben tartó programot helyezte kilátásba, akkor a mi kiadványunknak az volt a címe, hogy az utolsó szalmaszál. Ugyanis közfoglalkoztatásra valóban szükség van akkor, hogyha válságban van mondjuk egy országnak a gazdasága, de nem ilyen tömegben, nem ilyen hosszú távra, és soha nem fogom elfelejteni Matolcsy Györgyöt, amikor bejött egy bizottsági meghallgatásra, és így kijelentette, hogy 2020-ra teljes foglalkoztatottság lesz Magyarországon. De hát ugye remélem nem arra gondolt, hogy a közfoglalkoztatással akarja ezt majd elérni. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm.